tessék Jézus a magas mennyekbe, ki a nemes gazda, hagyd egészségbe. Az ünnepélyes eskütételt a csíkszeredai fiatalok betlehemes játéka előzte meg. A betlehemes találkozót a kecskeméti Szent Imre óvoda és általános iskola szervezi meg immár 6. éve. Idén Szabadkán tartják a találkozót. Erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és magyarországi csoportok látogattak el Szabadkára. Azzal a céllal kezdtük el, hogy az iskolába járó gyerekek megismerik a Kárpát-medencét, és az ismerettségen túl meg is szeressék ezt a vidéket az itt élő emberekkel együtt. A résztvevő fiatalok elmondása szerint a találkozó mozgatórugója a kapcsolatok építése, valamint a betlehemes hagyomány ápolása és élővététele. Mondják, hogy ha meg népnek nincs történelme, annak nincsen jövője. Ugyanez a helyzet van itt is. Ha nem ismerjük a mi történelmünket, a mi szokásainkat, és az adott esetben a mondjam így uralkodó nép, vagy a hatalmon lévő nép szokásait próbáljuk ápolni, akkor eltörlődünk a történelem szinteréről. Szabadkán az október 10 általános iskola látja vendégül a Kassáról, Beregszászról, Beregdédáról, Csíkszeredából és Kecskemétről érkezett betlehemező csoportokat, akik az intézményeken kívül családokhoz is elviszik a betlehemes történetet.